Sziasztok, kedves nézőim! Majd lenyűgöző és izgalmas utazásra invitállak titeket, amely tele van rejtélyekkel és hihetetlen felfedezésekkel az idegen életformák világába. Évszázadok óta foglalkoztatja az embereket az a tény, hogy vajon léteznek-e idegen civilizációk. A mai videóban megpróbáljuk együtt megfejteni ezt a rejtélyt. Elmerülünk néhány elképesztő elméletben és tényben a lehetséges idegen élőhelyekről és azok jellemzőiről. Hihetetlen történetek láttak napvilágot azonosítatlan repülőtárgyakkal való találkozásokról és titokzatos leletekről, amelyek arra engednek következtetni, hogy bolygónk csak egy apró pont a világegyetem végtelenségéhez képest. 2017 nyarán mexikói kutatók szenzációs felfedezést tettek. Pueblo városa melletti barlangokban hihetetlen ősi leletekre bukkantak, amelyekben különös, földön kívüliekre emlékeztető lények képei és szokatlan technikai eszközök voltak. A rejtélyes barlangok körül olyan legendák keringtek, miszerint az ókorban idegen lények érkeztek egy űrhajóval, az ősemberek pedig megörökítették őket kőből készült rajzokon, amelyeket egy három barlangból álló rendszerben készítettek. A barlangok valahol a mexikói Veracruz és Pueblo városok között találhatóak. Véletlenül több jadeitből készült táblát, pontosabban táblatöredéket fedeztek fel, amelyek idegeneket és földön kívülieket ábrázoltak. De nem ez a legmegdöbbentőbb tény. Kiderült, hogy hasonló leleteket már több évtizedet találtak a helyiek. Nemrég a mexikói kormány beleegyezett, hogy nyilvánosságra hozzon több a helyiek által gyűjtött leletet. A kőleletek bolygókat, üstökösöket, repülőtárgyakat, idegeneket és az ősi aztékok által kőbe vésett jeleneteket ábrázoltak. Ezek a leletek azért értékesek a tudomány számára, mert az aztékok, akik a Nahuatl kultúra népéhez tartoztak, a 12. és 16. század között a mai Mexikó területén éltek és fejlett civilizációjuk volt. Rendkívüli ismeretekkel rendelkeztek az exakt tudományokról, a geometriáról, a csillagászatról és az orvostudományról. A kőképek tele vannak részletes információkkal az azték életről, azokból a távoli időkből, amely szorosan kapcsolódik az ismeretlen idegenszerű lényekhez. A legmegdöbbentőbb az, hogy mindezek a hihetetlen leletek nem messze vannak attól a helytől, ahol a 20. század elején egy másik szenzációs felfedezés történt, amelyet az Acámbaro figura gyűjteményeként tartanak számon. A helyi lakosok eltóró dombjain gyakran találtak szokatlan szobrocskákat, amelyek dinoszauruszok, emberek, illetve néhány szokatlan lény alakját ábrázolják. E szokatlan leleteket elemezve a kutatók azt feltételezik, hogy a leletek bolygónk történetének egy bizonyos időszakáról mesélhetnek. Azokról az időkről, amikor őseink kapcsolatba kerültek olyan szokatlan lényekkel, amelyek nagyon hasonlítanak a mai modern tudományos fantasztikus filmekben szereplő idegenekhez. Feltűnő, hogy az összes leleten olyan lények vannak, amelyek alig hasonlítanak az emberekre. Ugyanakkor a helyi népek mitológiája egészen konkrét utalásokat tesz a lényekkel való találkozásokra, akik nem csak vendégek voltak a Földön, hanem segítettek az indiánoknak új készségek és tudományok elsajátításában is. A tudósok észrevették, ha egy térképen bejelöljük az összes idegeneket ábrázoló tárgyi emlékek és szokatlan technikai eszközök helyét, akkor ezek mind nagyon közel helyezkednek el egymáshoz. A kutatók ez alapján azt feltételezik, hogy Mexikó területén több évezreddel ezelőtt egy űrlényekből álló bázis lehetett, amely hosszú ideig létezett. A nem kevésbé rejtélyes leletgyűjtemény, amelyet a kutatók csak ikaköveknek neveznek, nem csak furcsa lényekről készült rajzokat tartalmaz, hanem a helyi lakosság számára történő tudásátadás folyamatát is. Az ikaköveken látható jelenetek bonyolult orvosi műveleteket, csillagtérképeket és UFO-kra emlékeztető furcsa eszközökkel való repüléseket ábrázolnak. A mexikói régészek az ország nyugati részén, a Sonora államban található Onavas város közelében is találtak egy temetőt. Az itt eltemetett embereknél a tudósok a koponya különös deformációit vélték felfedezni, amelyek miatt az elhunytak inkább hasonlítanak Ridley Scott Alien című sci-fi horrorfilmjének földön kívülieire, mint a Homo sapiens faj képviselőire. Az idegen temetőben 25 ember maradványait találták meg,
Közülük 13-nak a fent említett koponya deformitásai voltak, 5-nek a fogai is sérültek. A temető az előzetes becslések szerint körülbelül 1000 éves. A tudósok korábban még nem találkoztak hasonlóval. Az ásatásokat vezető Cristina García Moreno régész szerint az ókori emberek a környéken szándékosan deformálták a koponyákat, hogy megkülönböztessék az egyik társadalmi csoportot a másiktól, valamint rituális célokból. Elmondása szerint az egyedülálló lelet az ókori Észak-Mexikóban élő törzsek hagyományainak eredménye. Ami a fogsérüléseket illeti, azokat körülbelül 12 éves serdülőknél találták. A tudósok feltételezik, hogy a fogmanipuláció egy beavatási rítus részeként történhetett. Ezen kívül az egyik elhunytnak a hasa magasságában teknospáncél alakban lévő deformálódott csontjai voltak. A tudósok még nem találtak magyarázatot a csontváz miértjére. Indiai régészek az egyik indiai barlangban olyan sziklarajzokat is felfedeztek, amelyek az ősi emberek földön kívüliekkel való kapcsolatfelvételét ábrázolják. A tudósok meghatározták a rajzok korát, amelyek körülbelül 10 000 évesek lehetnek. A rajzok természetes pigmenttel vannak festve, de az idő nem volt nagy hatással a festékre, csak kicsit fakult ki. A rajzokon űrruhás emberek, repülőgépek és valami fegyverre hasonlító dolog látható. A barlangok, ahol a rajzokat felfedezték, Gotatula és Chandeli falvak közelében vannak, 130 km-re Raipurtól. E falvak lakói még mindig gyakorolják a rajzokhoz kapcsolódó kultuszok rituáléit. Raipur környékén legendák keringenek arról, hogy a régi időkben a rajzokon ábrázolt égi kisemberek a falvak berepültek, és magukkal vitték a helyieket, akiket aztán soha többé nem láttak. Mindezek a történetek hasonlítanak azoknak a modern embereknek a beszámolóihoz, akik azt állítják, hogy földön kívüliek rabolták el őket, hogy kísérletezzenek rajtuk. A kortársak leírása az idegenekről nagyon hasonlít a barlangban rajzolt humanoidokra. Ezek a régészeti leletek sok ufológust meggyőztek arról, hogy az emberek az ősi időkben találkoztak más világokból származó lényekkel. Ezeket a találkozásokat az idegenekkel, az ősi művészek és a sziklarajzok ábrázolják. Az űrlényekkel kapcsolatos régészeti leletek mellett más, idegenekkel kapcsolatos információk is felszínre kerültek. Egészen a közelmúltig a földön kívüliek gondolata pusztán tömeges spekuláció volt. A zombi apokalipszissel, a nukleáris téllel és a szuperhősökkel együtt. A legutóbbi amerikai szenátusi meghallgatásokon azonban többen eskü alatt vallották azt, hogy létezik földön kívüli, intelligens idegen életforma az emberen kívül is. Amerikának pedig bizonyítékai is vannak az űrlények létezésére. David Grush volt hírszerzőtiszt szerint az amerikai hatóságok visszatartják a földön kívüli objektumokkal kapcsolatos információkat, mivel titokban kutatásokat végeznek a lezuhant űrhajókon és idegen maradványokon. Mindezt kongresszusi felügyelet nélkül. Szerinte az egyik idegen űrhajó akkora, mint egy futballpálya. Grush azt is mondja, hogy az amerikaiak által felfedezett földön kívüli harangűrhajót 1933-ban Észak-Olaszországban találták meg, Benito Mussolini kormányzása alatt. Grush szerint a Pentagon most tanulmányozza az eszközöket. Az 50-es évek óta nem csillapodtak a viták az Antarktiszon lévő idegenbázisok létezéséről. Ez a hipotézis aztán felbukkant a médiában, majd újból feledésbe merült. Az egész azzal kezdődött, hogy Burt kapitány egy katonai flottával megkísérelte meglátogatni az Antarktisz partjait. Kemény visszautasításban részesültek, ugyanis UFO-k bukkantak elő korong alakú járművekkel a vízből, és izzósugarakat lőttek a hadihajók és a katonák felé. Több túlélő is volt, de nekik sietve el kellett hagyniuk a térséget. Burt kapitány maga nyilatkozta, hogy rettentő félelem fogta el abban a pillanatban, ahogy meglátta, mire képesek ezek a járművek. Valójában ezzel kezdődött az Antarktiszon élő idegenekben való hitkorszaka. A jeges kontinensről érkező rejtélyes jelentések következő hulláma a 60-as évek közepén volt. Ekkor állítólag sarkutatókat támadtak meg titokzatos lények. Kívülről úgy néztek ki, mint fehér kerek gömbök vékony végtagokkal. Az egyik végtagjukban egy fekete, rombusz alakú tárgyat tartottak, amelyből vörös energiacsomók repültek ki, és egy embert eltalálva egyszerűen kiégették annak testrészeit. Ezek az entitások egy bizonyos halmot védtek,
amely a sarkutatók szerint régészeti értékkel bírhatott. Nem lehetett a közelébe férkőzni. 1976-ban az Antarktiszon egy elveszett városról szóltak a pletykák. Állítólag a jeges kontinens területe fölött repülve egy amerikai pilóta több piramist vett észre, és ezek közelében több tucat furcsa hódombot. Az expedíció több százezer éves kőépületeinek romjaira bukkant. Az oszlopok némelyikét zöldes színű nyálka borította, amely ragacsos állagú volt, és lassan marta a kesztyűt anélkül, hogy a bőrt károsította volna. A nyálkát elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy valamilyen biomassa keverék lehet. Ezután a terület fölött betiltották a repülést, és minden a piramisokkal kapcsolatos expedíciót sietve töröltek. 1984-ben szovjet kutatók felfedeztek egy átjárót az Antarktisz mélyére. A kiolvadt barlang több száz méter mélyre vezetett. Amikor a szakértők megpróbáltak bejutni, ismeretlen eredetű értelmes lényekkel találkoztak. Ők állítólag telepatikusan kezdtek el kommunikálni, amely következtében az ott lévő összes résztvevő megőrült, és folyamatosan hangokat hallottak. A 2000-es évek elején amerikai és kanadai kutatók az Antarktisz jegében apró, 15 cm-nél is alacsonyabb humanoidokat találtak. A múmiákról a szakértők szerint kiderült, hogy körülbelül 60 millió évesek, és nem az evolúció eredményei, mivel semmi közük nem volt a földi biológiai lények csoportjának DNS-éhez. A további kutatásokat titkosították. 2009-ben három hatalmas obszidián szarkófágot tártak fel, amelyben olyan lények múmiái feküdtek, amelyek részben emberekre hasonlítottak. Körülbelül 3,5 méter hosszúak voltak, és korígút szerint preadamiták, az emberiség egyik alapító fajának tagjai voltak. Nem is olyan régen az Antarktisz felolvadt részén tudósok és katonák olyan épületeket találtak, amelyek nem jellemzőek sem az ókori, sem a mai ember építkezési stílusára. Ez azt jelenti, hogy a jeges kontinens területén már jóval előttünk is létezett egy magasan fejlett civilizáció. Mint látjuk, időről időre az Antarktiszról és az idegenekkel való kapcsolatáról rendszeresen beszámol a média. Vajon mennyi lehet az igazságtartalma ezeknek az állításoknak? Lehet, hogy évezredekkel vagy évmilliókkal ezelőtt egy másik civilizáció képviselői telepedtek le itt? És az emberiséget fokozatosan felkészítik a velük való esetleges kapcsolatfelvételre ezeken a jelentéseken keresztül? Ki tudja? Mára ennyi volt, kedves nézőim. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és írjatok kommentet, valamint ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Hamarosan ismét jelentkezünk. Sziasztok!